A Halo című skifi sorozat még a tavalyi évben jelent meg, viszont a Sky Showtime keretein belül végre meg tudtam nézni. Hozzá kell tennem, én egy játékkal sem játszottam, szóval fogalmam sincs a videójátékról, hogy mi is a kerek egész történet, egyedül csak Master Chief és Cortana létezéséről hallottam. A történet röviden annyi, hogy idegenek fenyegetik az emberiséget a 26. században, és a túlélés a tétahol ahol Master Chief szuperkatona és a csapata az emberiséget védi egy földönkívüli katonai szövetség a Covenant birodalom ellen. Kíváncsi voltam a sorozatra és magára a Héjó világára is, mindenképp tettem egy próbát, de nem árult el sokat az egész lóról, és hogyha többet meg megtudni az egészről, akkor mindenképpen a játékok kéne fordulnom. Magas sorozat nem fogja megváltani a skiffi műfajt, de azért tartalmaz érdekes elemeket a skiffi témában. A történetvezetés is eléggé lassú, néhol nagyon unalmas, és tel is tele van felesleges jelenetekkel. A sztori három fontos szálon fut, az egyik Master Chief szála, amely a legerősebb és nagyon érdekes tud lenni. A második az az űrlények szála, ami szintén érdekes, és úgy gondolom sokkal több volt ebben a szálban, de Master Chief szálában is, mint amit kihoztak belőle. Az űrlények egyébként nagyon-nagyon jól néztek ki, és félelmetesik is voltak. Persze a sorozat jóval a jövőbe játszódik, de van egy érzése az embernek, hogyha egy intelligens nálunk sokkal értelmesebb faj fenyegetni a földet, valószínűleg hasonló intelligenciával rendelkeznének, és bizony lennének azért ennyire félelmetesek. Nem csak az erejük és a kinézetük volt hidegrázós, hanem a főbb lényeknek a gondolkodásuk, és az, amilyen technikai eszközökkel rendelkeztek. A harmadik főbb történetszál az borzasztó volt, és lese volt zárva rendesen. Az évad vége felé teljesen elhanyagolták a kórai kiscsajt és a színesbőrű kaló szálát, amit nem is bánok, mert nagyon érdektelen volt. Maga az űrkalóz karakter egyébként zseniális volt, az én egyik kedvenc karakterem volt a sorozatban, viszont a Quán karaktere, aki a kislány, na ő borzasztó volt. Idegesítő, erőszakos és értetlen. Igaz, elérte nagyjából a célját, de rettentően unalmas volt, amikor őket láttuk. Talán pár izgalmas pillanatot tudtak okozni, amikor a madrigáron kalandoztak, de azt is inkább a színesbőrű kalóznak köszönhetjük. A karakterek semmilyenek voltak számomra, egyedül négy karakter tudnék kiemelni, akikkel tudtam azonosulni és megkedveltem őket, ők nem más, mint Cortana, Soren, Miranda és Jacob. Kortánát nem gondoltam volna, hogy meg fogom kedvelni, mert az elején rettentően zavart a megjelenítése. Olyan volt, mintha teljesen a videójátékból emelték volna át, Ctrl-C, Ctrl-V. Persze ez nem annak köszönhető, hogy szara CGI, mert a sorozat zseniálisan néz ki, és a sorozat végére teljes mértékben meg lehet szokni Kortánának az ábrázolását, ezért is kedveltem meg ennyire. A többi karakter pedig szerintem a sorozat fénypontja, mindig öröm volt nézni azokat a pillanatokat, amikor ők voltak a középpontba, nem úgy, mint drága Master Chief-et. Én nem értem, hogy mi volt ez. Master chief et én úgy képzeltem el, hogy sosem veszi le a sisakját, és egy rejtélyes, különleges figura, de hát nem így történt. Már az első részben leveszi a sisakot, és vannak olyan részek is, amelyekben rajta sincs. Ha jól tudom, a játékokban le sem veszi egyszer sem, de hogyha rosszul tudom, akkor javítsatok ki. És oké, okay, hogy ha ezt akarják a készítők, hogy lássuk az arcát, akkor mutassa. De egy legyen jobb színész Master is szerepére. Pablo Schreiber rettenetes volt, semmi érzelem nem olvasható az arcáról, és végig szinte csak fapofával játszik. Kettő. Csináljuk meg a mandó effektust. Milyen jó lett volna, ha csak egyszer, vagy kétszer veszi a sisakot, mint Pedro Pascal a Mandalóriban, és ezáltal egy rejtélyes, ikonikus figura marad. Azt gondolom, a Pedro Pascal is sisak nélkül rohangálna a Star Wars világában, sokan nem kedvelnénk ennyire, mint most. Viszont amikor Master Schiffer rajta van a sisak, és megállíthatatlanul gyilkol, azok a pillanatok zseniálisak. És hozzá kell tennem, hogy a pánciák pánciát remekül adaptálták a videójátékból. A sorozatban sokkal több volt, és ha jól tudom, el is kasszálták már a szériát, szóval nem láthatjuk tovább Master Chief-et kalandozni. Bármennyire is megosztó volt számomra, szívesen adtam volna neki még egy esélyt, hogyha elkészülne, vagy elkészült volna a második évad. Nagyon gazdagnak tűnik a Halo világa, rengeteg jó karakterrel, idegen lényel, bolygóval és történettel rendelkezik, de ennél sokkal-sokkal jobb kivitelezés kell, hogy ezeket a dolgokat emlékezetessé tegyük, és összességben pedig pedig sajnos, vagy nem sajnos, számomra ez egy 10 per 6-os sorozat, és bármennyire is fogalmam sincs a Hélónak a lóriáról, azért fáj érte kicsit a szívem, mert úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több lehetett volna ebben. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a Halo Skifi sorozat, és ne felejtsétek el lájkolni like a videót, feliratkozni, megosztani, csengő és minden, legközelebb találkozunk, szevasztok!